Jó napot kívánok, Várkuti Géza vagyok, a Top Forex partnere. A következő elemzés azonban a saját véleményemet képviseli. Az elmúlt héten két fontos esemény mozgatta meg a piacot. Az első a csütörtöki kamat lábcsökkentés, a Bank of England nem ok nélkül tart a recesszió erősödésétől. Mindenki előtt világos volt, hogyha Nagy-Britannia kilép az EU-ból rövid távon, nagyon negatívan fog hatni a brit gazdaságra. Megmondom őszintén, én sokkal drámai következményekkel számoltam. Nos, az olcsó font megkönnyíti a cégek hitelfelvételét, és így több investícióra számítanak, ami a termelői szektor növekedéséhez vezethet. És ha többet termelnek, akkor az árcsökkenést okoz, vagyis a megnövekedett vásárlói kedvhez vezethet. Természetesen, mint ennek az érmének is, van egy hátoldala. Az importnak ez nem kedvez. Azon kívül az angol turista a külföldi nyaralásáért egyre többet fog fizetni. Ezután következett a híres hírhet NFP napja. Nos, a pénteki számok az elvárásnál lényegesen jobban alakultak, de még mindig az előző hónap alatt maradtak. A traderek ezt a dollár erősödésével honorálták. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez nem egy game changer hír volt, vagyis a párok vissza fognak térni az NFP előtti mozgások folytatásához. A következő hét nyugodtnak ígérkezik, augusztusban. A legnagyobb pénzintézetek felső emeletei szabadságon vannak. A cégnél maradottaknak pedig egy cél lebeg a szemük előtt, hogy csak semmi hibát nem csinálni. Ez aztán a volatilitás csökkentésével jár. Szerdán lesznek az új-zélandi párt érintő adatok, de azt a párt relatív kevesen trédelik. Pénteken jön ki az unió GDP-je. Az elvárás az, hogy nincs elvárás, vagyis a számok nem fognak változni. Az előjelzés ezt mutatja legalábbis. Persze, ha valami nagyobb meglepetés történne, akkor nem árt vigyázni ebben az időszakban. Nézzünk kicsit körül a részvényeink állásában. A Facebook szépen megcsinálta a korrekcióját, ismét úton van felfelé. Első célárnak a 132,20-at venné. Az Apple pont egy korrekciós szintnél nyitott, amit aztán meg is csinált, jelenleg ismét úton van észak felé. A következő korrekcióra 108,40 körül számítanék, körülbelül 107,30-ig. Ezután ismét tiszta az út felfelé, egészen 110,10-ig. A VTI olajjal szemben megoszlanak a vélemények, szerintem talajépítés megtörtént. A felülrendelt trendet sok kollégával ellentétben én bikásnak ítélem meg, legalább 43,70-ig. Ennyit mára. Mindenkinek szép napot kívánok a napos, de egyelőre túl meleg limaszolból. Viszont hallásra!